Pénzmosás miatt letartóztatták a kolumbiai elnök fiát. A főügyész azzal vádolja Nicolás Pedrót, hogy kábítószerkereskedőktől fogadott el pénzt, amiből az apja választási kampányát finanszírozta. Az ország elnöke Gustavo Pedro cáfolta az állításokat és támogatta a vizsgálat megindítását. Közösségi oldalán azt írt, hogy apaként fájdalmas látni, amint az egyik gyermekét börtönbe zárják, de nem avatkozik bele a nyomozásba. Szerencsét és erőt kívánok a fiamnak, formálják ezek az események a karakterét, és gondolja át a saját hibáit, írta az elnök.